Na, Damon Hayata azért nem hazudtolta meg magát. Az a múltkori konfliktus, az nem volt annyira valós konfliktus. Hayata részéről biztosan nem. A nézők közül lehet, hogy egyen-ketten voltak, akik megsértődtek, hiszen zajlott vagy zajlik az Ausztrália-Anglia kriket mérkőzés. A múltkori krikettütővel jött be, most egy labdát hozott Damon Hayata. Viszont az hozzátartozik a történetűség kedvéért, hogy utána, amikor nyilatkozatot adott, akkor azt mondta itt a helyszínen még a nézők előtt, hogy ő imád mindenkit, ez csak egy kis fricska, hogy jól érezze magát mindenki, hogy ebben az ő részéről semmiféle rossz indulat nincsen, és egyébként valljuk be, az nem is így néz neki, mint amit Damon Hayatán látunk. Egész egyszerűen elkezdett bulizni, és ez hál' Istennek nem megy a dobás robására. Igen, jól áll neki, és kellően lazává is teszi. Én szeretem a bevonulásait egyébként. Még most nyilván most a hazai közönségnek nem nyeri el a tetszését, hogy egy ausztrálként, ugye főleg egy éppen zajló ausztrál-angol párharcra hívja fel a figyelmet, ugye. Ez a kántálás pedig egyébként, ez a, ugye a Same Old House is Always Winning című kántálásnak a válasza az angolok részéről, Always Cheating a vége, tehát hogy mindig csalnak az ausztrál. Gyakorlatilag erre ezt mondják vissza neki, de ez nyilván a cricket meccsek bevett dolga, de hát lássuk inkább ezt, ez sokkal érdekesebb. Damon Hayata ugye Josh Rock ellen tudta az első akadályt venni itt az idei World Match Play-en, méghozzá elég jó játékkal jól használta ki, hogy Josh Rock gyakorlatilag hát egy picit idegesebb volt a kelleténél, és érdekes viselkedési dolgokat vett fel a színpadon. Sokkal többet kommentálta a játékát, mint ahogy szokta. Rettentő görcsös volt Josh. Igen, igen, hát az élete első World Match Play-e volt, nagyon fiatal még. Ugye én a VB-n egy picit letettem mellette a voksomat, hogy ő milyen remek játékos lesz, ezt még most is tartom egyébként, úgyhogy ezek, mindezek a tapasztalások hozzá tartoznak a fejlődéséhez. 180! Éreztem, hogy gyorsan be kell fejezni ezt a mondatot. És olyan egyébként, mintha Hayatának ez amellett, hogy buli, egy ilyen tudatos elem lenne, amivel ő adrenalin tud magába csiholni. 140 megint Dolentől, ez a meccs ellet kezdve. És milyen érdekes, hogy egy északír után egy újabb északír van a párosításban Damon Hayatának. Egy még van versenyben. Igen, még ott van Gurney. Igen. Egyébként annyit Gurneyről nem fogok róla sokat beszélni ma. Össze tudnak, hogy vannak ágrajzon? Nem, csak a döntőben. Szóval azt mondta Daryl Gurney a mérkőzés után, amikor Dan Dawson készítette vele az interjút, hogy nem tudja, milyen átlag volt, nem tudja, hogyan kiszállózott. Majd Dawson elmondta neki, hogy figyelj, ez egy 104-105-ös átlag volt és 70%-os kiszállózás. És az a fej, amit Daryl Gurney vágott, hogy, és megvádolta azzal Dawsont, hogy figyelj, ne haragudj, de te hazudsz, az biztos nem lehet. Hát de. Úgyhogy ennyire van más szellemi állapotban és más tudatállapotban Daryl Gurney a World Match Play-n. Ponton Dolan, ami most már 135. 96 a maradés. Triplája. Michael van Gerwen győzte, hogyha nem mondtuk volna, pedig úgy nézett ki az a mérkőzés, amikor kiegyenlített és feljött van Gerwen, hogy onnantól dara lesz, mert úgy nézett ki a játék, úgy ment előre van Gerwen, meg egyébként is a papírforma ezt diktálta volna. Brandon Dolan viszont sokkal többet látott dárcos annál, mint sem, hogy ettől megrettenjen. Dupla-dupla nincsen, dupla 8. Meg nem tudja, milyen pontra van hetető. Megutattad neki, hogy kell dob? Nem tudom, hogy látta-e. Mindjárt kiderül. Így kezdtem. Hát ez nem. Nem mindenki tudja megdobni. Dupla 4. Szóval, amit Brandon Dolan teljesített a mérkőzés második felében, az volt az igazán figyelemfelkeltő, mert el lehet jól kezdeni egy meccset, lehet vezetni van Gerwen ellen, de egy feltámadó és visszatérő, jól játszó van Gerwen ellen visszavenni vezetést és megszerezni a győzelmet, az talán már sokkal nehezebb. 68 pont, nem szállt ki Dolan megint csak. Hoppá! Dupla 8. Így is jó. Breakleggel kezd Damon Hayata. Láttuk azt, hogy micsoda jelentősége van itt a World Match Play-n és a kiszállózásnak, akár Gurneynél, akár Dobinál, akár Cullennél. És nem csak a százalék, hanem az, hogy mikor és milyen kiszállót sikerül megdobni.
néhány perccel a mai kezdés előtt egyébként kicsit meghekkelték az idei World Matchplay-nek a Wikipédia oldalát, és végigvezették az ágra szerint, hogy milyen eredmények lesznek. Ez szerint egyébként már, mint aki elkövette mindezt, egy Humphries Callen döntőt nyerne meg Luke Humphries. De most már lepucolták. Most már le, igen, ha nem látszik, de tényleg végig volt vezetve. Veris Price. Jaj. De Gary Anderson, még nem is említettem a kiesett korábbi világbajnokok körében. Igen. Közben Bede írja, hogy a vasárnapi női kriket meccsen az ausztrálok nyertek 282-279-re. Az mondjuk elég szoros meccs lehetett. Nem tudom, hogy működik. Én tudom, mert néztem egy időben a krikettet, és megpróbáltam azt is értelmezni, ahogy a baseballt, és viszonylag jól sikerült. Hatnyira van Hetának a 170-hez. Pedig jó. Szerintem rádob, nem dob rá. 32-re lejön. Nem tűnt egyébként, amikor felfedezte a PDC a World Series of Darts óceániai eseményein, nem tűnt ennyire extrovertált fiúnak Damon Hetta, sőt még tavaly sem. Nem volt ő ilyen. De úgy tűnik, hogy ilyen lett. Igen, igen. És megy. Hát amióta átköltözött egyébként áttette a székhelyét ide a Szigetországba. 2-0-ra vezet. Ez egyébként az ág legalsó része. Az itteni továbbjutó a Luke Humphries Dirk van Dijvenbode mérkőzés győztesével játszik majd. De amit beszéltek Márdülék is, hogy egész egyszerűen nem lehet olyan párosítást mondani a versenyben lévő játékosok között, ahol az egyik fél ne lenne arra képes, hogy egy meccsen legyőzze a másikat. Így van. Láthatjuk, még az átlagok nincsenek 90 fölött, de azért már tömegfogyasztás üzemi hőfokon. Kiszállózásban van még ugye gond, Dolannek 4-ből 0, Hetának a 4-ből 2, az mondjuk nem rossz. 100 pont. Szépen 133-ra. Egyelőre egy elég tiszta legnek tűnik Dolan részéről, csak hát az előbb is a kiszállózással volt baj, sőt 140 kellett volna a harmadik is, hogy kiszálló legyen. Ebben az évben egyszer játszottak egymással egy European Tour fordulón, ott 6-3-ra nyert Hetta. Igen, nézem a teljes, azt pont nem nyitottam még meg a teljes head-to-headet, de szerintem 3-1 lesz Dolannek nagyjából. Kettő. Dupla 20. Dupla 10. 3-1 egyébként Dolannek. 4 meccsük volt eddig összesen. És az utolsó meccs az, amit megnyert. Igen, az idén áprilisi. Igen, tehát addig csak Dolan nyert a kettőjük összevetésében. Megint elszórakozza a kiszállózását Dolan. Tripla 20, dupla 20. Nincsen tripla. 60 pont marad. Jaj. Dupla 1. Így nagyon nagy bajban lesz Brandon Dolan. Írja egy kedves néző, hogy Wright Humphries döntőt szeretne, az nem lehet, mert egy ágon vannak. 3-0 Hetának, 2 brékelés. Kiszálló, tehát ők elvileg már a legjobb 4 között össze fognak futni, tehát elődöntőben, ha mind a ketten eljutnak addig, tehát nem tudnak. Eljutnak? Hogy? Eljutnak, szerinted? Fú, hát most nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen Ryan Searle-t és milyen Peter Wright-ot fogunk látni. Ezek szerint abban biztos. De ha Wright is kiesik, az már azért tényleg komolyabb csillagulás, bár teszem hozzá, hogyha ha egy Price, Smith, Van Gerwen, Wright 4-es kellett volna néznem a World Match Play előtt, és azt mondom, hogy ki fog legelőször kiesni, akkor még Peter Wright-ot mondtam volna. Igen.
Persze itt ugye még csak időrend van, tehát ha ma kiesik Peter White, akkor ugyanabban a pozícióban esik ki, igen, mint Price, illetve Michael Smith, tehát ugyanúgy a második körben. Csak hát ugye ő most egy nappal később játszik. Egy kihattanó. Kérdésként jött megint csak, hogy Nathan Espinel kapott-e valami büntetést a tegnapi szereplése miatt. Egyrészt nem tudom, hogy kapott volna, de ha másrészt meg a kap, akkor is majd ezt a DRA tárgyalja. Tehát ez nem így működik, hogy azonnal ott valaki ilyen rögtön ítélő bíróságként meghozza a határozatot, hanem a DRA-nak van egy, ugye a fegyelmi ügyeket tárgyalgatják, illetve megnézik, hogy ki milyen szabály ellen vétett, és milyen büntetést kell kapnia. Ők egy ülésen döntenek, és majd akkor kaphat esetleg valamilyen büntetés, de így azonnal nem szoktak senkit büntetni semmiért. 76 ponton maradt Dolan. Ha egyáltalán büntetnek. Még egy ilyen kéne. És a dupla 16. 16. Ezt most elrontja Heta. Brandon, you require 76. 76. Egy bréket visszahozhatna a kettő elveszített játékból. De nem hoz. Nem hoz. Én viszont 4-0-ához van nyíl a Hetának. Javítania kellett Bray-nek. Szavarta meg, Hetát 4-0-ra vezet. Nem. Ilyen hibát meg aztán végképp ritkán hallani tőle. Legutóbb egyébként olyan PDC Major torna, amikor nem volt a legjobb 8 között Michael van Gerwen, Michael Smith és Gervin Price sem, az 2020-ban volt a European Championship, olyan, hogy Peter Wright sem és az említett három úriember sem a 2014-es Player Championship Finals. Tehát, hogyha ma kiesik aztán Peter Wright, akkor egy 9 éves sorozat szakadna meg a négy úriembert illetően. Az mondjuk kemény. Na ezért mondom, hogy ez tényleg egészen elképesztő. Egy ekkora tornán, ugye erről beszéltünk már sokat, de World Match Play az tényleg szinte a második számú torna a játékosok számára is. A nézők is legalább annyira imádják. Ez most jó. 87 maradt, 300 fölött Dolan. Abból a szempont, több szempontból is nyugodtan dobhat Heta. Egyrészt nem játszik rosszul, másrészt van 4-0-ás előnye. Harmadrészt pedig, hogyha nagyobb hátrányból is kell legen belül visszajönnie, egyelőre Dolan megteszi azt a szívességet, hogy a duplánál bevárja. Igen. Tudod, most már Dolannek azért kéne valamit villantania, hogy ne 5-0-val menjenek el szünetre. Nézd meg, megint Heta ér le először kiszállóra. De így is. De kiszállóra, igen, igen, csak magas. Már kéne varázsolnia magát két nyilas kiszállóra Dolannek, de már nem tudja. Sőt, 45! 156 marad. Luxus körök ezek. 57. Azt is bedobja, dupla 20! Ajj! Nagyon-nagyon élesnek tűnik pedig Damon Heta. Ráadásul dobhat is majd a dupla 10-re. Nagyon sok nyíl neki, eddig nem kellett a kiszállókhoz. Most sem. Bedobja oda a közepébe a dupla 10-nek. Ami a játékot illeti, egészen a dupláig nincsen gondja Brandon Dolannek. Ami viszont a duplánál történik, az elég nagy probléma. Egészen odáig vezetett, hogy az első szünetben Damon Hetánál az előny méghozzá 5-0 formájában. Itt lesz a második napja az Anglia-Ausztrália férfi kriket mérkőzésnek. Nem ígérem, hogy beszámolunk róla, de hogyha Heta így folytatja, ő szépen be tud majd számolni minden egyes alkalommal. Egyébként nem abból nőtt ki a baseball? Nem a kriket? Abból nőtt ki? Én úgy tudom. Nem biztos, de mintha úgy tudnám. Annyit tudok egyébként, hogy úgy van, hogy az egyik csapat végig támadja a mérkőzést, és a megfelelő mennyiségű játék után csak a másik csapat támad. Tehát ott úgy, valahogy úgy vannak a játékok, hogy ki nem ejtenek mindenkit, valami ilyesmi van. És azt tudom, hogy egyszerre csak az egyik csapat gyűjt pontot.
Na, itt viszont a pontokat gyűjti Heta. Szám szerint 5-5, Dolannek viszont nullája van, és bizony össze kell kapnia magát, mert 10-ből semmi a kiszállója. Kevesebb nyilat dobott el Heta arra az 5 sikeres duplára, és mégis ugye neki egy kicsit jobb az arány, mint a 10-ből semmi. Tehát nem azzal van a baj, hogy Dolan nem ér le. Nem azzal van a baj, hogy Dolan leére, vagy nem ér le a... Jézusom. Most megláttam ezt a képet. Didi Hemelnek a kommentjét. Ez egy igazi sok Photoshop csoda. Tökéletes egyébként. Tehát tényleg, hogyha mindenhol alkalmazkodni próbál majd a helyszínhez a bevonulásánál Damon Heta... Nem, akkor... én már intézem neki a huszár mentét, nyugalom. De kérte vagy az ilyen... Nem, majd én ráadom. Egyéni akció. Hát nem, mert nyilván azért föl kell világosítanunk. Természetesen majd megpróbáljuk a megfelelő módon ezt vele lekommunikálni, de elmondjuk, hogy itt azért igazából szerintünk mitől döglen a légy. Nem is biztos, hogy az kell egyébként, de majd meglátjuk. Valamit kitalálunk neki, ez biztos. Egy üveg pálinka, meg egy szelet zsíros deszka. Egy ilyen csikós, ostoros felszerelés vonul be majd. Az már megint mindenről kajára asszociálsz, hihetetlen. De miről most? Hát most most Tokányra mentél rá éppen, nem? Hát ez nem asszociál. Itt azért komoly jelmezek vannak. Volt egy rabló, meg egy pandúr? Úgy nézett ki, igen. Elfelejtettek átöltözni az esti akciót. Mindezt 20-40-kor, ott meg ráadásul csak 7-40 van. Na vissza a dartshoz. 160, 161-152. Ott tenne valami ilyesmi kiszálló Dolannek, hogyha egy ilyen bravúr jönne, pláne hátsó pályáról. 51 kell még hozzá. Ó, de... 80. Cikede szektoriba, és ezáltal csak a kerekítés maradt. Ott a tripla, még egy kéne belőle. Itt a 16. Marad fönt? Maradna, igen. Igen, 52 maradék. Ready to require 86-os. 40 a maradék. Itt szöszöl eszméletlen sokat. Igen, ezért mondom, hogy a dupláknál a kerekítő gondja a tömege, de amikor leér a dupla környékére, egyszerűen elkezd küszködni Dolan. De most nem száll ki Heta. Ez sem sokkal kisebb hiba, csak az a különbség, hogy Hetának belefér. Tegnap Daryl Gurney 6-0-ra vezetett. Igen, csak ő hibátlan házással. Megvan az első duplája Dolannek. Azért szintén fontos, hogy itt az első leget, ráadásul hátsó pályáról az északír nyeri a szünet után. Ezt nem tudom, mondtad el, hogy a... Hogy a Görnének az interjújában, igen, azt mesélted? Igen. Hogy kikerekedett a szem az saját átlagaitól, meg a mutatóitól. Hát most lehet, hogy Dolannek is ki fog kerekedni, ha megnézi majd ezeket a számokat. Bár szerintem nagyjából tisztában van vele, hogy nem állhat túl jól. 96. Fel kell mentenem magamat itt a kommenteket nézve, hogy én azért most tényleg nagyon sokat nem beszéltem ételről, és még a tegnapi gondolatok mennek tovább, úgyhogy én nem csatlakoznék most ehhez. Zárójelben szeretem a spenótot is, meg a sóskát is. 58. Jó lenne azért, hogyha javulna majd a játék, mert egyelőre ez a 85-ös, 89-es átlagcsata, ez meglehetősen alacsony. Nem javított ezen sokkal többet Dolan, de legalább kerekít. Köszönöm, közben egy kis kisegítést kaptunk kriket ügyben, úgyhogy akit érdekel, az megtalálja, hogy milyen változatai vannak. Egy rövidebb leírás van róla, úgyhogy... Gyors meccsek vannak, az a lényeg. Igen, 5 napig tart. Igen. Mondjuk egy olyan országban, most Indiára gondolok, ahol mondjuk egy esküvő egy hónapig tart, egy 5 napos kriket meccs, az igen, belefér. Na, 50 a maradék Hetánál. Majd nehezen elvesz egy leget Dolan hátsó pályáról, majd
elkezd szenvedni előről. Na, lejön 100-ra. Egy Ausztráltól láttunk már 3-50-es, 150-es kiszállót. Most nyilván nem ez lesz a terv. Az 57 viszont elsőre jó. Másodjára is dupla 18. Aj, de szép kiszálló Hetától! 150-ről, és nagyjából az a kis remény, amit csiholt magának az előző breakleggel Dolan, itt most a 150 formájában köddé is vált. Lecsapott valami, mint valami kígyó. Mondjuk az ő országában van bőven belőle. Ja? Felejtette el, nem csak kezd. Annyira közel állt a játékos zónához Dolan, hogy szerintem Heta azt hitte, hogy ő fog kezdeni. De Dolan viszont nem lépett be a játékos zónába, csak közel állt hozzá, és várta, hogy Heta elkezdje. Konkrétan szólnia kellett Rasbraynek, hogy Heta kezdi a leget. Nagyon bírom Hetát, az az igazság, tényleg. Az, hogyha valaki jól is dob, meg még ízlésesen... 180! Meg még ízlésesen vicces is, annál jobb szerintem nem kell. Abszolút, abszolút. Hat van. Hát lehet, hogy nem ma írja tovább azt a történelmet, amit elkezdett Brandon Dolan, ha már a beceneve, ugye History Maker, a dupla be dupla ki 9 nyilassal. Szép. 180! Csak nem kiszálló. 342-ről viszonylag nehéz megoldani, hogy 3 nyillal le lehessen jönni kiszállóra. Viszont Heta meg lepakolja magát 85-re. Ez a védjegye Brandon Dolannek a 180-nál. Egyébként az itt kieső és a továbbjutó között fixen 15 ezer fontnyi pénzkülönbség van, hiszen aki itt kiesik 15 ezer fontot kap, a győztes legkevesebb 30 ezret. Dupla 20. Dupla 10. Benne is van 7-1 Démon Hetának. Úgyhogy a kiszállózás az... Nem sokat pepecsel, zseniális. De egyébként nem kell megváltani a világot Hetának. 13-ból 7-tel áll Démon Heta kiszállóban, és 12-ből egy Brandon Dolan. Tehát itt azért ez elég látványos különbség. Ráadásul eddig csak mondom, hogy ugye minden egyes Dolan által kezdett leget Démon Heta nyert. 14-ből 7, bocsánat, 50%, igen, mert 2-t dobott, jó. Tehát 14-ből 7, 50% és 8% Dolannek a kiszállózása. És ami egyébként, hát idézőjelben vicces, 10 ponttal magasabb Dolannek az első 9 nyilas átlaga. Tehát jobban ezt fogyasztja a tömeg. Is van ugye ez a kiszálló statisztika, meg az első 9 nyil. Ugye így, hogy Heta 50%-on kiszállózik, de az összeátlag a 90 környékén van, nem is lehet annál sokkal jobb. Igen. Az első 9. Most van több mint 200 pont elő, hogy volt. 140. És akkor itt szoktak jönni a problémák, hogy 161-ről hova tud lejönni Dolan, ilyenkor jön egy-egy szektoriba, meg még utána a következő körben nem tudja megdobni a kiszállót. Most viszont a bullal kiszállhat, de nem az. Most pont nem biztos, hogy rá kellett volna dobni, ez inkább ilyen önbizalom növelő akart lenni. Heta pedig hát ott áll ugye, igen, ez az, hogy... 140. Nem hibázhatja el Dolan. Dupla 16. Elhibázza. Elhibázza. Dupla 17, dupla 20. Burra kezdett inkább. És a bull vissza. Bedobja a Heta! Ekkora kiszálló volt! És tényleg ott volt egy kör után 161 pontja volt Dolannek és 367 Hetának. Egy teljes kör után. És nem tudja megoldani az északír. Heta meg ihletett formában. Magabiztosan.
a két tripla 19-es, most tömegben is jóval előnyösebb helyzetben lehet a... Tóth Róbert írja, hogy szia Lajos. Mi pedig azt mondjuk Tóth Róbertnek, hogy boldog születésnapot. 58. Szia Robi. Tényleg születésnapja van. Azt akarom kérni Robitól, hogy majd írja már meg nekem, legyen kedves üzenetből, hogy ő most bennmaradt a Superligába, vagy nem, mert nem emlékszem pontosan, hogy a következő évi mezőnyt azt összetudjam majd rakni. Feltételezem a választ, tudod, és a kérdés pedig csak vérszívás. 125. Messze nem tud olyan játékot nyújtani Dolan, mint amit mutatott. Le se tud menni kiszállóra, 88-ra, 7-9-1-re vezethet. Dupla 14. Hát ez ennyire egyszerű játék. Ez meg kell jönni kiszállóra, a duplát meg kell dobni. És Damon Hatta most már nem hiszem, hogy 40 fölötti pulzussal fog játszani az elkövetkezendőkben, de lehet, hogy ez igaz Brandon Dolanra is. Itt a második szünet utána, hogyha minden így folytatódik, néhány percre visszatérünk, hogy Damon Hatta lezárja a mérkőzést 9-1-es vezetésről. Sem annyira egyértelmű a megítélése Damon Hattának, mint amit én itt érzékelek a képernyőn keresztül. Van olyan komment, ami alapján a kedves nézőt idegesíti a viselkedése a színpadon, ezt is el lehet fogadni. Jó, persze, hát nem kell, hogy mindenkinek tetszeni, az olyan nincs is egyébként. De hát ettől függetlenül azért azt látjuk, hogy a nagy része szimpatizál ezzel az új típusú Damon Hattával, akinek egyébként ezt az arcát nagyon sokat lehet látni kisebb tornákon is, nem csak major tornán, egyébként a European túrokon is folyamatosan. A cseheknél például jégkorongmezbe vonult be, mert tisztelegve ezzel a csehek előtt, úgyhogy megpróbálja mindenhol szórakoztatni a közönséget. Itt most nyilván az angolok vérszívása volt az elsődleges tényező azzal kapcsolatban, hogy hogy jön be. 9-1 még hozzá neki. Nem kezdett jól Dolan megint. Ellenben Hattával. 140. Koller Eufrosino írja, hogy észrevettétek, hogy Hatta, amikor megy a nyilakért, a tábla alatti PDC felirat felé rúg egyet mindig a jobb lábával? Egyébként ez nem csak rá igaz, hogy alapvetően azért elég el van csúszva az egyensúly ebben a sportban, és arra a lábára támaszkodik, ott meg közben lehet egyet lazítani rajta. Egyébként Espinel is ilyen szerintem, hogy így kicsit megrázza a lábát, megint 140, meg több ilyen játékos is van. Bár nekem egyébként Hattánál nem tűnt fel. Nem tért vissza sokkal jobb paszban azért Brandon Dolan. Lehetett látni, hogy a második session, a második ötlegben már 97 volt az átlaga Hattának. 140-140 után 100. Például Szépligeti Ildikó azt írja, hogy Hatta halál idegesítő, most is és régen is az volt. 140. Nem megosztó ezek szerint, de valami őszintén nem gondoltam, hogy ennyire. Tripla 11. Dupla 14. Ott a 121-es kiszálló is. Hát, ha idegesítő, ha nem a viselkedés, a dartozni nagyon tud. Itt meg az a lényeg. Közben egy másik hölgy nézőnk kérdezi, hogy észrevettük-e, hogy Hatta, amikor megy a nyilakér, akkor a PDC felirat felé rúg egyet a jobb lábával. Minden játékos egyébként meg lehet nézni, csak ki kisebbet, ki nagyobbat. Akár Dolannel is meg lehet nézni, hogy picit lendül a jobb lába. Ez egy teljesen reflexszerű mozdulat. Mert ugye azzal a lábbal indulnak el hátrafele, és még tesznek egy ilyen mozdulatot. Ezt meg lehet nézni, hogy egyszer egy European Touron egyébként Kovács Patrik így rúgta föl a lámpát ott az izé mellett, mert ott nem a beépített lámpa van a dobogóban, hanem ott a dobó folyosó mellett le van állítva két lámpa ellenfényként alulra, hogy az árnyékot ugye egy kicsit tudja, hát hogy ne legyen árnyék, inkább akkor így mondom, és így lendítette a lábát és fölrúgta a lámpát. Úgyhogy azért mondom, hogy ez egy teljesen bevett mozdulatsor, meg lehet nézni, hogy mindenki csinálja szinte. Nagyon gyors kis mérkőzés lehet ez, hiszen egyetlen egy legre van a győzelemtől Damon Hatta.
és most sem áll rosszul, tehát, és ráadásul ő kezdett, ugye Dolan egyszer tudott brékelni, azt megnyerte. És egy olyan statisztikát láttunk az előbb a grafikán, amit nem nagyon szoktunk, hogy Hetának a sikeres duplákhoz átlagosan 1,7 nyírra van szüksége, Dolannek pedig 15-re a mai napon. Ugye ez a kiszállózás hatékonysága másfajta matematikai nyelven. 54-32. Nincsen 54, tripla 20. 8 pontot hagy magának Heta. Neki még nem volt major tornán negyed döntőnél jobb szereplése. Most a negyed döntő már meg lesz. Ugye a World Cup of Darts az nem tartozik ide, amit meg tudott nyerni. Ott a meccs nyíl. Nincs rossz helyen. A második meg benne. 11-1-es Heta győzelem Brandon Dolan ellen úgy, hogy egyetlen pillanatra sem volt ezzel a játékkal reális esélye. Még csak arra sem az északírnak, hogy ebből szoros meccs legyen. Abszolút nem, hát és főleg a kiszállók nagy rákfenéje volt a játéknak. 15-ből egyet sikerült bedobnia, miközben 17-ből 10 Hetánál ez volt a döntő ezen a mérkőzésen. Úgyhogy Dolan az első bravúr után a második nem jön össze, és Heta pedig az északír ölő gyakorlatilag. Úgyhogy, a harmadikkal csak a döntőben játszhat, hogyha eljutnak odáig Daryl Gurney-vel. Ami viszont hamarabb jön, az a második mérkőzés ma este. Johnny Clayton és Dimitri Vandenberg fognak játszani hamarosan.